Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta a meghívásunkat Szikora Róbert, aki ráadásul ma ünnepli születésnapját. Isten éltessen sokáig, köszönöm szépen. Robi. Boldog születésnapot, boldog születésnapot kívánunk. Ez olyan szép az Isten éltessen, nem? Hát szerintem az. Szerintem az. Nem szép? Hát a legszebb. Szerintem igen. De ha már az éneklésnél tartunk, és tudom, hogy nem senkit, te voltál kórustag? Nem, mert nem tudtam kottát olvasni. Komolyan mondom. Tényleg? Aha, de valahogy nem is verbuválódott. Én Rákospalotány kis iskolában nőttem fel, vagy ott jártam iskolába, ott István utcai általános iskolában, és ott valahogy nem dívott, szóval hogyha nem hívtak be, de lehet, hogy nem is lettem volna alkalmas. Azért valamit azért csak leraktál az asztalra, és ezt ünnepeljük többet. De olyan jó volt hallgatni a kislány, ugye? Vagy a kisasszony, vagy hogy mondjam. Viszont nektek meg jubileumi koncertetek lesz, és ez nem az az első, és nem ez az első, hogy nem Budapesten van. Igen, volt már idén, május, azt hiszem 21-én volt a sportarénában, az Ergo 40 éves, és ilyen. Kidurrant a csárda, annyian voltak. Én most Szegeden lesz. Egy évzáró koncert, rosszul mondtam. Évzáró koncert, kicsit ilyen olyan koncert, hogy mindent bemutatunk, amit tudtunk az egész életünkbe, tehát olyan, és aztán a végén talán lesz egy közös produkció a srácokkal, Valmárral. Valmár, és most hallottuk ugye az Úristent, amit gyakorlatilag egy fél ország, vagy az egész ország dúdol. Igen, az emberek dallamtapadása van tőle, tehát egyszer lemegy, és utána két napig nem megy ki a fülem. Nekem az unokaöcseim csak erre voltak hajlandók. Ja, és most már egyébként csak mondom, után. Hogy bármire az ember azt mondja, hogy Úristen, tehát normálisan azt mondja, hogy Úristen. Így artikuláltam, így davar is. Mi az, amit megtaláltak egymásban a fiatalabb generációval? A közös hangot. Közös hangot. Nem tudom, tehát hogy ők is szerették ezt a régi zenét. Szerintem a szüleik hallgatták, mikor így fölcseperedtek, és akkor valahogy hogy nekik is leptapadt ez a ritmus. Tehát ez. Valahogy ez a Hungária után egy kicsikét, ott az Ergo környékén valahogy itt volt ez a ritmus, ezek a harmónia menetek. Ez már csak idem. Ez nem csikidem, de nem is rock'n'roll. Ez a kettő között van. Volt egy csomó ilyen szám, amit én is írtam ebben a ritmussal. Tudod, ez se nem twist, se nem csikidem, se nem rock'n'roll, ez valamilyen. Azt mondta az Angéla, hogy van benne egy Ciao Marina utánérzés. De persze. Tényleg? De miért te nem hallottad? Nem, csak én nem figyeltem fel rá. Egyébként a dalba be is mondom, hogy Marina. Tehát, hogy... Hát akkor ennyire süket vagyok. De egyébként persze. Tehát nem persze. Kell nagyon vájtfülűnek lenni. Jó, bocsánat. Zárójelben mondom, hogy ez amiből áll ez a szám, ez olasz körnek mondják ezeket a harmónia meneteket egymás után. Vagy legalábbis mi mondtuk a Hungáriából olasz körnek. Mire számíthat Szegeden a közönség most attól függetlenül, hogy mindent... Semmi óra. Nem tudom. Te nem tudod, hogy mit fogtok játszani? Mindig magunkat adjuk. És mindig kiteszik a szívünket, lelküket, mert ez így jó. Hogyha nem így megyünk fel a színpadra, hogy avval a mottóval, hogy ma is megbukhat, Szöcsi. Bármi történt eddig, bármi a sikered volt, életműdíjed, meg minden volt. Elé van a szobád aranylemeze, de ma meg tudsz bukni. És ez egy olyan felhívás az ember testére, lelkére, agyára, hogy belead mindent. Meg az a pár lépcső, hogy fölmész a színpadon, és akkor ott egy kis metamorfózis történik, veled átalakulsz, nem tudom, hogy miért. De mikor apukám énekelt, apám táncdal énekes volt, és énekelt, ugyanezt láttam, hogy egy picit az arca megváltozik, kicsit nem az az apuka, aki előtte volt, és ugyanez van nálam is. És szerintem minden ilyen művésznek mondott emberkére ez igaz. De ez nagyon hogy jó. A színpad átalakítja. Meg nagyon jó, hogy minden egyes fellépésnek ugyanúgy koncertnek tétje van. Tehát mindegy, mi volt tegnap előtt, most igen. Csak a most számít. Hát igen, mert ez a színészek is szokták mondani, hogyha nincs ez a jó kis drukk, ez az izgalom benne, akkor nem hagyd abba, azon testét abba hagyni. Nem kell semmi. Karácsony közeledik, ugye, ami egy nagyon fontos kör, de azért olyan elcsend, nagyon fontos ünnepkör, ami igen. Most van itt az év végén, az elcsendesedés időszaka, hogyan készül erre? Ugye most koncert? Hát az a legnehezebb ilyen vicsajos embernél, ami körülvesz engem. Hát például úgy, hogy ma elmentem Rórát a Szent Misére. Az 6 órakor kezdődik. Az hajnali. Azért akkor még csönd van úgy Budapesten. Igen.
és akkor a Szent Mise, aztán a Szentségimádás, tehát hogy van. És az én drága szerelmemmel, feleségemmel már ugye, most már a harmadik hete lesz, hogy az adventi koszorú kint van, együtt reggelézünk, ebédelünk, mindig meggyújtjuk kézén, mit kicsit halkan beszélgetünk, tehát hogy azért megvan ennek, mert kell lenni, hogyha nincs elcsendesülés, akkor egy dalomban a rossz, mikor az ember magától idéz, de az volt, hogy én itt a csendben ülök, tehát hogy mindenben keresed Istent, hol lehet, hogy néz ki, milyen, és akkor egyszer, mikor már így vége van, akkor azt mondja neked este, nem veszed észre, itt vagyok melletted, a csendben ülök. Szóval, hogy ő csendben van, mert elharsogjuk itt, a világ elharsogja őt. Én meg azt mondja, oké, nem szólok bele egy kicsit, hátralép a Jóisten, és azt mondja, majd, hogyha idő lesz, akkor megszólalok. Hatalmas karácsonyi gyűjteményed van, karácsonyi díszgyűjteményed. Minden, ami karácsony, igen. De én nem csak ezt látom, én látom Beatles gyűjteményedet is, tehát ez brutális, hogy mit gyűjtesz. Azokból lesz, már nem a Beatlesből, hanem a karácsonyi gyűjteményekből, lesz a fán? Hogy azokat nem használod? Dehogy nem. Hát ezt nem dísznek veszem, de nem azért, hogy otthon egy karácsony múzeumot csinálj, hanem ilyenkor is négy karácsonyfa biztos lesz. Négy darab? Hát volt, mikor hét volt. Vagy jóságos, egy hét. Hát azt igen, a stílusba kell tartani azokat, tehát nem lehet egy 60-as évek fát egy 1890-es díszhez oda tenni. De azért hét fát feldíszíteni, az egy komoly műszak. Robi a következő adásban. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Boldog születésnapot, Istenem. Nektek pedig áldok karácsonyt. Köszönjük szépen. Köszönjük.